Az Axial Kft. Immáron második alkalommal töltötte meg a D-pavilon teljes területét az Agrárgépson, és mutatta be kínálatát a mezőgazdasági technikák iránt érdeklődő nagyközönségnek. 75 gépet állítottak ki, amiből 20 újdonságot még nem láthatott hazánkban, egy gazda sem. De nem maradhattak el a rájuk jellemző színes programok sem. Mint ahogy azt már megszokhattuk, az ötletshowban 5 újdonsággal kápráztatta el a nagy érdeműt a kiállítás összes napján. Az idei évben is 5000 négyzetméteren fogadtuk a látogatókat, 75 gépet hoztunk el az idei évben a nagyközönség számára, és igyekeztünk egy olyan standot építeni, egy olyan kiállítást szervezni, egy olyan kiállítást levonni az emberek számára, ami egy kicsit nem száraz szakmáról szól csak, hanem egy kis show elemet, egy kis vidámságot is belevegyünk az emberek mindennapjaiba, hogy ne csak azt gondolják, hogy a mezőgazdaság csak a szürke hétköznapokról szól, hanem tényleg egy színes dolgot lássanak benne, és minél inkább arra törekszünk, hogy a fiatalok is ezt lássák benne, és minél több fiatal meglátogasson minket, és ezáltal is közelebb hozzuk egy kicsit őket, és megszerettessük elég a mezőgazdaságot. A gépek mellett az Axial új szolgáltatása, a Maxinet volt a legfontosabb a kiállításon. És ugye a standnak a kivitelezésén is látszik, hogy egy jövőben mutató egy high-tech kialakítás, és az RTK rendszerünket próbáltuk ezzel is szimbolizálni. Egy olyan korrekciós jelhálózatot építünk ki Magyarországon, amely legfontosabb, hogy márkafüggetlen, bármilyen géppel is, majdnem egy bármilyen eszközzel tudja használni, ami alkalmas az RTK jelvételére. Egy mobiltelefonos hálózat segítségével hálózatban vannak kötve ezek a tornyok, egymással tudnak és a géppel tudnak kommunikálni. És ezért a Maxinet szolgáltatásunkért logisztika kategóriában magyarországi termékfejlesztési nagydíjat kaptunk. Emellett az Axial Kft. Még 6 nagydíjban, külön díjban, illetve oklevélben részesült az Agrárgépson a gépesítés és a logisztika kategóriában.